Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és megint kérésre hozok egy videót, MV2-t. Én csak egyet nem értek, hogy mi van veletek, hogy csak a sniperekre buktok. Azért remélem tudjátok, hogy egy játékban, mint COD vagy Battlefield, azért vannak más fegyverek is, nem csak sniper, és azért feladjátok nekem a challenge-et. Szóval azért tudjátok jó, hogy nem vagyok egy sniper pro. Miért kell erőltetni? Na, és az illető, aki írt nekem YouTube-on keresztül, ugye, megkért, hogy hát nézzük át a snipereket, úgy általánosan MV2-ben, milyen perkek, milyen sniperek. Kicsit régi az MV2, ugye, de úgy látszik, hogy játszanak vele, és esküszöm többen játszanak vele, mint a Ghost-tal. Tehát így nagyon durva, és fantasztikus játék, annyira jól esett visszajönni, és megcsinálni ezt a videót. És most, hogy a nyakunkon az Advanced Warfare, úgy gondoltam, hogy hát miért is ne teljesíteném ezt a kérést, mert tényleg frankon jól esett játszani egy kicsit MV2-vel újra. Nagyon jó a játék. És úgyhogy most, kedves nézők, egy kicsit számításba fogjuk venni a snipereket, hogy mit gondolok róluk, és mert végigvittem az összeset, egészen 1000 fejesig, szóval amennyire ki lehet fullozni egy snipert MV2-be, az mind megvan igazából, hát mondhatni, hogy úgy meglőttem a magam útját velük, és van, hogy úgy mondjam, egy tapasztalatom, hogy mit, hogyan kéne használni, vagy hát nem is hogyan kéne, most mindenki maga dönti el, de hogy mit javaslok, mit látok én bennük, és stb. Úgyhogy kezdjük egy kicsit így a felsorolás. Ugye itt van ez a VA2000 című történet. Nem, inkább osszuk őket 2-3 csoportra, hogy is csinálja most így hirtelen. Ezt a videót nem gondoltam ki nagyon előre, úgyhogy random lesz. Csináljuk úgy, hogy felosztjuk őket agresszív snipernek, amiben beletartozik majd a VA2000, a M21 EBR, és legyen egy ilyen fél agresszív, most arra már tudjátok, hogy mit jelent az én szememben a fél agresszív, ami a barett lesz, és ugye legyen a teljesen hagyományos hardscope csipa, és az pedig ugye az Intervention, ahogy Battlefield 4-ben ismerhetjük, az SRR-61, és beszélgessünk arról egy kicsit, hogy miért gondolom, hogy egyik a másik jobb, kezdjük a agresszív sniperekkel. Miért jók az agresszív sniperek? Mert MV2-ben a pályaszerkezetek olyanok, hogy lehetőséget nyújt mindegyik pálya arra, hogy csipával játsz. Ezért is nagyszerű az összes pálya, mert megvan a csipásoknak a lehetősége, hogy játékstílust alakítsanak ki, és a pályaszerkezettől adódóan akár agresszív vagy kicsit passzívabb szerepű snipert is tudnak játszani, és mindenre van hozzá sniperük. Ez az, ami nagyszerű benne. Tehát azért ki lehet deríteni, hogy melyik az a pálya, ahol lehet agresszív sniperkedni, vagy passzív sniperkedni, stb. Úgyhogy beszélgessünk most egy kicsit ugye a sniperekről. Kezdjük a M21-el, azt az utolsó részletben fogjátok látni a videónak. Egy fantasztikus játékot fogtok látni az utolsó részletben. Nagyon igazi kodlecke, hogy őszinte legyek. Rég nem játszottam ilyen jó játékos, nagyon jól esett játszani vele, úgyhogy érdemes lesz végignézni a videót a frankon. Na, kezdjük az M21 emberrel. Ember, csak úgy hívjuk, hogy M21 ember. Azt mondanám, hogy az Ultimate Aggressive Sniper, ugye sok töltény van benne, és lehetőséget ad gyors tüzelésre, ami nem is igényel túl precíz célzást, a másik pedig nem igényli azt, hogy visszatartsd a levegőt, ugye. Mert anélkül is pontos, és nem rángat nagyon, tehát a visszarugása kicsi, ezért könnyedén célon tudod tartani, szóval én úgy gondolom, hogy ez az Ultimate MB2 belül, az Ultimate Aggressive Sniper, amivel lehet rohanni, mert gyakorlatilag a félautomata, kényelmes vele a célzás, és nagyon jól meg van csinálva gyakorlatilag, úgyhogy egy kényelmes sniper. A másik, hogy összehasonlítsuk a másik általam úgy gondolt, hogy igazán agresszív játékra használható sniperrel, az a VA, ugye VA2000. Azzal az a baj, számomra egyben a legkellemetlenebb sniper,
Eleve kinézete miatt szerintem nagyon ronda, másrészt pedig az érzete, hogy játszani vele számomra nem az igazi, ezért nagyon nagyon megkilódtam vele, amire összehoztam azt, azt az 1000 headshotot, az nagyon 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 nagyon, nagyon, nagyon nehéz volt. Nagyon utáltam azt a snipert. Amúgy nem egy rossz dolog, azoknak ajánlatos használni azt a snipert, akik igazán precízen tudnak célozni, szóval jó meg nekik a célzás, és az első két golyóval azonnal találnak, mert ugye ezeknél az agresszív snipereknél lényeges, hogy eltaláld az első két golyóval, szóval a visszarúgás, lövés közti idő, ki kell számolni, hogy mikor ér vissza a célra a célkereszt, és akkor újra lőni, de ez egész gyorsan történik, ugye, úgyhogy nincs vele masszív gond tulajdonképpen. Szóval a VA2000-rel az a baj, hogy szerintem érzetre nagyon-nagyon rossz csipa, a másik pedig kevesebb golyó van benne, mint az M21-be, ezért sokszor kerültem én például olyan helyzetbe, hogy gyakorlatilag kifogytam a töltényből, amikor ott volt az orrom előtt az ellenfél, bim-bim-bim, mondjuk az első három, az első eltalált a következő három mellé ment, és akkor ott vége volt a partinak. Úgyhogy az M21, a VA2000-rel egy precíz célzás megkövető. Lehet agresszívan játszani vele, adja rendesen, de tudnod kell precízen célozni. Szóval úgy gondolom, hogy a kettő között ez a lényegesebb különbség. Én az M21-et preferálom, több golyó van benne, és emiatt több időd van, több lehetőséged van eltalálni a célodat. Jöjjön, menjünk át a félagresszív sniperkedésre. Tudja azok, hogy én úgy általánosan azt kedvelem a legjobban, szóval azt szeretem játszani. Hol váltakozva gyakorlatilag a két játék stílus között, hol távolabbra szedem ki az ellenfelet, hol bemegyek közéjük, és erre azt kell, hogy mondjam, hogy hát az elmúlt időkben, mióta abba hagytam az MV2-t, az ultimate kedvenc sniperem lett, és ugye ez a Barrett, pont azért, mert megfelelően tudta azt a játékstílust hozni, tudtam azt a játékstílust hozni vele, amit szeretek, tehát ezt a félagresszív stílus, mint ahogy itt látjátok, és megfelelően tudok távolra lőni, és megfelelően tudok közelre is védekezni, ami végül azért egy jó eredményt hozott el. Ugye, aki nem tudja, hogy mit gondol a félagresszív sniperek tippel, az nézze meg a BF videót, aminek az a cím, hogy félagresszív sniper tippek. De lényegében ez az a csipa, amivel effektíven meg tudom védeni magam közelre és távolra is. Miért? Mert egy hit. Tehát gyakorlatilag egy hitből öl, ha eltalálod, mellkas fölött gyakorlatilag, és teljesen mindegy, közel, távol, akárhogy van, ez be fogja adni, és emiatt a Barrett gyakorlatilag az ultimate sniper, úgy gondolom, Battlefieldben. Mármint azok, bocsánat, a Call of Duty MV2-ben, mármint azoknak, akik szeretik ezt a stílus, szeretik, hogyha biztonságban vannak távolra is, és biztonságban vannak közelre is. Effektíve én a Barrettel tudtam a legjobban, precízebben célozni, mert számomra a Barrett érzete játékban, ahogy játszom vele, az valahogy egy ilyen biztosít számomra egy ilyen nagyon kényelmes célzás, szinte helyből rá tudok célozni az ellenfélre, lövés, beam megvan, és a hang, ahogy lő. Fura ugye, hogy azért ilyenekről beszélek, hogy hang, meg érzet, nem sok mindenki csinál ilyen fegyver bemutatót, azt hiszem mindenki rámegy a számokra, meg hogy milyen erős. Hát sorrendiségben úgy mondhatnám, hogy a leggyengébben az M21, VA2000, Barrett és Intervention. Tehát az Intervention a legerősebb. Szóval, de a Barrett Intervention közötti különbség igazából elhanyagolható. Nos, és úgy érzem, hogy Barrett az, ami érzetre, kinézetre, hangra, ahogy lő, egy kényelmes játékot biztosít számomra, nem beszélve arról, hogy közelre és távolra is nagyon hatékony tud lenni, úgyhogy szorult helyzetben a Barrett igazán ki tud húzni.
a szarból, nagyon ajánlom kezdő csipásoknak és haladó csipásoknak is, mert a barát az, ami biztosítja számodra azt az AC 130-at, ha arról van szó, vagy Nuke-ot, ha arról van szó, amit láthattátok ott az előző részletben. Íme ez az utolsó játék, nagyon durván jó, érdemes végignézni, és utolsónak pedig akkor beszélnék egy kicsit az Interventionről. Annó, mikor játszott bele, és még nem került sor a barátra, hogy kifullozzam, mert az Intervention csináltam meg elsőnek. Nagyon-nagyon gyorsan megszerettem, én úgy hívnám azt a csipát, hogy hát a masszív tehát ő a masszív stílus csipa, gyönyörűen néz ki, kicsit idegesítő hangja van, de nem esik át a túlzásba, viszont nagyon kellemes hangja van neki hangtompítóval például. És hamarosan rátérünk az ilyen apró dolgokra is. Szóval az Intervention azoknak való, úgy gondolom, akik hihetetlen módon tudnak dragscope-olni, ha agresszívan szeretné játszani az Interventionnel, tehát ott kezdjük a dolgot. Ha nagyon jól tudsz dragscope-olni és nagyon jól tudsz quickscope-olni, akkor játszhatsz agresszívan az Interventionnel, mert akkor nagyon jól adja, hangulatos lesz a játékot, stb. A másik pedig, ha nem, akkor csak masszív hardscope-ra és csak specifikus pályákra ajánlatos, mint például egy Wasteland, esetleg egy High Rise, de nagyon óvatosnak kell lenned, hogy ne kerüljenek a hátad mögé egyik épületből a másikba. Szóval minden esetre nyílt pályákra ajánlott, ahol távolról ki tudod szedni az ellenfeleket, szóval, és egy stílusos csipa, tehát úgy gondolom, van egy eleganciája valahol, és emiatt egy, hogy mondjam, jól mutat a képernyőn, és jól néz ki vele játszani. Nos, kicsit térjünk rá a szkópokra, hogy mármint hát ugye mit szeretek használni vele. Mindenki ugye a MV2 elején mindenki úgy volt vele, hogy ez egy noob dolog, a termászkóp. Lehet, hogy noob dolog, mondjuk mostanában MV2-ben mi nem noob dolog, tehát a NoobTube G18 az a Ultimate páros, ahogy nézem, és úgy, én már biztatom azoknak, akit MV2-znek, tehát most kicsit felejtsétek el a Becsület Codex-et, és igen, használjátok a NoobTube-ot, használjátok a G18-at, és bármelyik erős overpowernak hit fegyver, mert a játék maga már megköveteli, tehát most már mindenki lesz, hogy az MV2-t is úgy játszanak, ahogy játszanak, szóval nyugodtan használja azt, amit. Na most a termászkopot miért használom? Nem azért, mert hogy könnyű vele célozni, hanem oka van. Az a legfőbb oka, hogyha meglátom a célt valahol, és a csipát szemhez emelem, akkor meglátom azt a fehér pöttyöt az egészben, és hihetetlenül gyorsan ráfókuszál a szemem, ezért azonnal rá tudok húzni az ellenfélre, tehát a dragscope, ugye? Mert segít az a fehér villanás, az alak, ami a termászkóban megjelenik, segít fókuszálni, ilyen kurva egyszerű a dolog, hogy gyakorlatilag semmi más nem történik, csak segíteni fókuszálni. Számomra ez az, ami a legkényelmesebbé tette a sniperkedést, és segített fókuszálni, és ettől hívták talán izének noob termálnak, vagy ilyeneknek régen a termászkópot, mert egyszerűen gyorsan segített fókuszálni a célra, és könnyű volt vele játszani, és én ezt így megőriztem, ezt a jó szokást, ezért láthatatok mindegyik csipámon gyakorlatilag termászkópot, hogy lássátok, hogy na hát ez, igen, én ezt szerettem használni igazából, és megtanított csipázni, és én igazából MV2-ben tanultam meg, tehát MV2-re, Code 4 óta MV2-re tanultam meg sniperrel játszani, mert annyit játszottam velük, hogy meglegyen az 1000 headshot, hogy a végére megtanultam egy kicsit játszani velük, de egyáltalán nem volt igazán tehetségem. Code 4-ben nagyon sokat killottam, hogy pozitív statot hozzak össze egy csipával, ezért mindig feladjátok a leckét, ha valami csipával, csipás videót kértek, mert nem én vagyok az az ember, aki legmegfelelőbben csipáz, én csak az vagyok, aki megfelelő tippeket tud esetleg adni arra, hogy hogyan
kezeljétek a szituációkat egy csipával. Úgyhogy íme ezek a tippjeim Ultimate Aggressive Sniperhez. M21, VA2000, de VA2000 csak akkor, hogyha nagyon precízen tudsz célozni. Fél Aggressive Sniperhez Barrett Ultimate Sniper MV2-n belül az, úgy gondolom, hogy a legjobb, mert távolra és közelre is one hit kill. Intervention, ha eleganciára megyünk, és már sniper prók vagyunk, mert akkor könnyen kezeljük a quickscope-ot, dragscope-ot, az nagyon fontos dolog egy intervention, hogy ez menjen, vagy hogyha egy hagyományos hardscoper sniperes vagy, akkor az intervention az maga az elegancia, hogy ahogy lehet vele játszani, nagyon jó érzés tud lenni. Térjünk rá a perkekre, mindegyiknél ugyanazt láthattátok. MV2-t már mondtam volt egy videóban, nem érdemes túl bonyolítani perkek terén. Mert halálfölösleges. És ezek a perkek, amiket én maximálisan ajánlok, Sleight of Hand Pro, amik úgy gondolom, hogy általánosan minden játékra jó, specializálódhatsz, de ezekkel általánosan minden játékból pozitívan jöhetsz ki. Tehát Sleight of Hand Pro, Stopping Power Pro és Sitrep Pro. Tehát ez a három perk, amivel úgy gondolom, hogy bármilyen szituációban, bármelyik pályán, bármelyik játék stílusban effektíven tudsz mozogni és játszani. De ezek a perkek, tehát ultimate perkek. Úgy gondolom, ezek azok, amelyek általánosan minden játékra nagyon is megfelelnek. Ha specializálódni akarsz, akkor mehetsz bármire, de igazából úgy gondolom, hogy fölösleges. Úgyhogy röviden azt hiszem elmondtam mindent a csipákról. Remélem tetszettek a kis játékok. Ez az utolsó játék, ez nagyon jó volt, ahogy elmentem a pavlóig. Szerintem nagyon trükkösen oldottam meg a dolgokat, hogy egy kicsit fényezzem magam. És amint látjátok, például előjelenten M21 ide vagy oda, pontos célzás ide vagy oda, egyszerűen nem sikerült eltalálnom a fickót, lehet, már egy sok kurvára játszottam, MV2-t, de amint látjátok, mindenhova lövök, csak nem a célra. De egy nagyon jó kis jelenet következik, érdemes kivárni. Na, még egyszer összefoglalóan, ha gyorsan akarsz, agresszívan akarsz megtanulni játszani, M21, VA2000. M21-el kezd, hogy ráérezz a tempóra, VA2000-rel folytasd, hogy megtanulj precízen célozni, mert abban kevesebb golyó van. Majd áttérve egy Barrettre, hogy a távoli távoli játék magát is megszokd, és mivel megszoktad az agresszívet, ezért könnyedén megvéded magad baráttal közeltávra is, és amikor már úgy érzed, hogy a célzás gyorsan megy távolra, közelre, mindegy, akkor jöhet egy intervention, és az így kifinomítja gyakorlatilag a kifor benned az, hogy jobban tudjál célozni. Perkeknek, mint már mondtam, Sleight of Hand Pro, Stopping Power Pro, Sitrep Pro, én ezeket maximálisan ajánlom. Sitrep Pro-nak egy bugja vagy direkt belerakottja, hangosabbá teszi az ellenfél lépteit is, úgyhogy ezt maximálisan ajánlom, ezt a perket, akármit, de a Sitrep Pro-nak benne kell lennie a buliban. Nos, köszönöm a figyelmeteket, remélem, hát tanultatok valami hasznosat, lehet, hogy majd Advanced Warfare-ben is csinálunk valami hasonló fegyverbemutatókat, mert jó móka volt végül is, tehát nem olyan rossz, és ha tetszett ez a stílusú fegyverbemutató, akkor beszélhetünk erről a témáról is. Nos, köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, sziasztok!